Nem csak a labdát rúgták délelőtt a Juhar utcai iskolában. Ajándékképpen 13 horgolt, szeretett takarót kaptak a gyermekek, melyet Budapestről az Óriás takaró csoporttól kaptak, ahonnan az ötlet indult eredetileg, és a Boldogság Klubtól, valamint Balázs Jolántól, a kollégium vezetőjétől. Az Óriás takaró ötlete 2015-ben indult útjára, amikor a csoport a csákberényi focipályát 10 000 darab kézzel horgolt, szeretett takaróval terítette le. A következő Óriás takaró találkozót augusztus 27-én tartják Csákberényben, ahová már az intézet gyermekei is ellátogatnak. A kedd délelőtti gyermeknapon kézműves foglalkozásokkal, fakanábábú készítéssel, sóliszt gyurmázással, valamint ügyességi feladatokkal, lufi fújással várták a gyermekeket, de nem maradhatott el az arcfestés sem.